Ismét itt vagyok, és bár még kissé náthás vagyok, de beszélgetésre talán alkalmas állapotban. Mielőtt érdemben is belekezdünk, azt kérem, amit ilyenkor szoktam, hogy tudnélik iratkozzanak föl hozzánk, amit minden új néző kedvéért ismételgetek, nagyon könnyen megtehetnek. A youtube.com-on a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra és mellette a kis csengő ikonra kattintva. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A te jogaid, a te országod, a te döntésed. Mi segítünk megvédeni. Ajánld fel adód 1%-át a társaság a szabadságjogokért részére, és tegyél velünk együtt egy élhetőbb Magyarországért. TASZ. És akkor jöjjön már is rövid előzetes mai témánkból és beszélgetésünkből. Már 2014-ben volt egy elhatározás, hogy összességében az Európai Unió országai GDP-jük legalább 2%-át fordítsák hadi kiadásokra. Pillanatilag viszont az a helyzet, hogy összességében 240 milliárd eurót fordítanak, ami az Európai Unió ős GDP-nek mindössze 1,5%-a. Tehát nem sikerült. És ha ezt átfordítom dollárra, ezt a 240 milliárd eurót, ez 275 milliárd dollár, és ha ezt mellé teszem a 24-es amerikai katonai költségvetésnek, ami közel 900 milliárd dollár, akkor láthatjuk, hogy Európának nagyon fel kéne kötni a felkötendőket, hogyha Amerika kihullik, mint lehetséges támogató. Ha jön Trump, akkor legyen olyan képességek birtokában, hogy ki tudja váltani ezt a kieső elemét az ukrán segítségnek. A múlt péntek reggel kezdődött, és vasárnap este véget ért háromnapos orosz elnökválasztáson. Vlagyimir Putyin regnáló orosz elnök kapta a szavazatok elsöprő többségét, közel 88%-át. Ezzel a 72 éves Putyin újabb 6 évre lett Oroszország vezetője, immár 5-5-ször. Rajta kívül 3 induló volt még, ők 3-4%-os eredményt értek el. A választási részvétel is rekordot döntött, a 140 milliós Oroszországban a 112 millió választásra jogosult polgár közül állítólag 84 millió szavazott. Alig hogy elkezdődött az orosz elnökválasztás, péntek reggel már Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a következő keserűen ironikus szöveget tette közzé az X-en. Szeretnék gratulálni Vlagyimir Putyinnak a ma kezdődő választásokon aratott elsöprő győzelméhez. Nincs ellenzék, nincs szabadság, nincs választás. És ezzel el is mondott tulajdonképpen mindent az oroszországi választásról, akár meg se tartották volna, hiszen előre pontosan tudható volt a végkimenetel. Ez azonban csak a végeredmény szempontjából igaz, mert ha tétje nem is, funkciója azért volt az elnökválasztási színháznak, ahogyan sokan a világban az orosz elnökválasztást nevezték. Mire ment ki a játék? Elárult-e többet Putyin elnökválasztási szereplése a szándékairól, terveiről, annál, mint amit eddig is tudtunk? Mit mond a valós támogatottságáról a választási szereplése? Hová fajulhat még az újabb Putyin érában a háború? Mi lesz Ukrajnával, ha Európa és az Egyesült Államok támogatása gyengülne? Merre tart a világ, és milyen helyet szeretne az orosz birodalomnak ebben a világban, a tömegmészárlásokban bűnös, a saját polgárait elnyomó, a világot permanens háborúval fenyegető, korrupt középhatalom vezetője Putyin. Mindezekről beszélgetni hívtuk meg mai podcastünkbe állandó Oroszország szakértőnket, Ezbíró Zoltán történészt. Arra kérlek, hogy kezdjük magával a választással. Ez a választás valóban arra szolgál, hogy demonstrálja azt, hogy az orosz elnök Putyin támogatottsága nemhogy nem rendült meg, de még növekedett is a háború kitörése óta? Hát részben ezt a célt szolgálta, és ezért volt nagyon fontos Putyinnak, hogy a korábbiaknál is jóval meggyőzőbb fölényt mutassanak ki.
És a másik dolog, hogy hát a meggyőző győzelem az egyben azt is jelentette, vagy azt gondolja a vezetést, hogy azt is jelenti, hogy az orosz társadalom egy emberként nem csak Putyin, hanem a háború mögött is felsorakozik. Nem véletlen, hogy a versenyből kivették azt a nagy esgyint, akinek a legfontosabb politikai üzenete épp az volt, hogy azonnal be kell fejezni a háborút. És ugye bizonyos mérések arra utaltak, hogy ő akár 10%-ot is hozhat, és akkor azt a célt, hogy demonstráljuk, hogy egy emberként sorakoznak fel Putyin és a háború támogatása mögött, azt nem lehetett volna igazolni, úgyhogy kivették a versenyből. Volt csalás a választáson, vagy nem volt rá szükség, mert az évek óta tartó megfélemlítés, súlykolás, manipuláció, egyoldalú propaganda gépezet megtette a magáét? Hát ezek is mind megtették hatásukat, és ugye a csalásnak legalább három szintje van itt Kelet-Európában, legalábbis a posztszovjet térségben mindenképpen. Egyrészt hát csalásnak lehet tekinteni azt a méltánytalan helyzetet, ami a kampányban kialakul, tehát a végrehajtó hatalom számos olyan eszközzel rendelkezik, ami a versenyt magát hát imitációvá teszi. Adminisztratív erőforrások, politikailag értékes médiumhoz való hozzáférés egyenlőtlensége, pénzügyi forrásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés, az igazságszolgáltatás szelektív alkalmazása, és még sorolni lehetne, hogy hogy lehet a kampányban teljesen méltánytalan és egyenlőtlen helyzetet teremteni. A csalásnak... meg, bár ez nekem közelebbről is kicsit ismerős. Így van, nem szokatlan ez autokratikus rendszerekben. A másik szint, amiben szintén hát a csalásnak egy kifinomultabb, vagy nem annyira direkt módját látjuk, hogy a normakörnyezetet folyamatosan fabrikálják, normakörnyezet alatt a párttörvényt, illetve a választási törvényt. Némi leegyszerűsítéssel ugye azt lehet mondani, hogy konszolidált demokráciákban általában a választási szabályok érintetlenek, nem nagyon változnak, viszont az eredmény mindig kiszámíthatatlan. Konszolidált autokráciákban pont a fordítottja, hogy folyamatosan fabrikálják a végrehajtó hatalom szükségleteinek megfelelően a szabályokat, de a végeredmény mindig ugyanaz. De a választási eredmény összeszámlálásába is durván be kell avatkozni. A 2011. decemberi parlamenti választás volt az első, 14 millió szavazatot, a leadott voksok 16-17%-át térítették el az Egységes Oroszország párt javára. A 12-es elnök választáson már körülbelül 10% volt az, amelyik fiktív szavazat és Putyinnál landolt. Vannak számítások a most a napokban megtartott választást illetően, 22 millió szavazatot dobtak hozzá a Putyinra leadott voksokra. Most igen. Most hivatalosan... De hogy dobnak hozzá 22 hát milliót? Hát úgy, hogy nem létező szavazatokat dobnak be ott az urnákba, ahol fizikailag történik a szavazás. És még egy fontos dolgot kell erről a választásról tudnunk, hogy 29 szövetségi szubjektumban, most Oroszországot 89 ilyen szövetségi szubjektum alkotja, 29-ben lehetővé tették az úgynevezett online szavazást. Ez összességében 38 millió embernek adott lehetőséget arra, hogy elektronikus úton, tehát számítógépén keresztül adja le voksát, teljes egészében ellenőrizhetetlen körülmények között. Tehát a 76 millió szavazatból, ami hivatalosan Putyinra esett, abból 22 fiktív, tehát nem létező szavazat. 22 millió. 22 millió. Ugye azt tudjuk, hogy Putyinnak is voltak kihívói. Tavaly decemberben még több mint 30-an jelentették be indulási szándékukat, de januárra 30-ból 11-en maradtak. Igen. Közülük is csak 3 jutott el a választásig. Hová lettek a többiek? Miért apadt ilyen nagy mértékben és igen nagy tempóban Putyin valós vagy áll ellenfeleinek a száma? Ugye abban az esetben, hogyha nem parlamenti párt kezdeményezi valakinek az indulását, akkor 100 000 támogató aláírást kell gyűjteni, és nyilván a kezdeti 30-ból nagyon sokan szembesültek azzal, hogy ezt a 100 000 támogató aláírást nem tudják összegyűjteni. Ráadásul itt különböző előírások vannak, hogy ennek teritoriálisan, tehát területileg hogyan kell megoszlani, tehát sokan ezért estek ki. De a legérdekesebb és a leginkább figyelmet érdemlő annak a Boris Nagyesdinnek a története, aki több mint 200 000 aláírás gyűjtött, de a törvény úgy van nagyon rafináltan megfogalmazva, hogy hiába gyűjtesz 200 000-et, 300 000-et, te hivatalosan mindösszesen 105 000-et nyújthatsz be a Központi Választási Bizottsághoz, ahol grafológusok elkezdik vizsgálni, hogy hitelesek-e az aláírások. Ha 5%-ot meghaladó azon aláírások száma, amely hitelt érdemlően nem bizonyítható, hogy azé, aki ezt
megtette, abban az esetben ezt a 100 000-et nem tekintik érvényesnek. Hiába van sokkal több szavazat a birtokodban. Így van, noha ugye attól rafinált ez a történet, mert hogy az eredeti funkciója azt, hogy igazolja, hogy van egyfajta társadalmi támogatottság amellett, vagy amögött, aki versenybe száll. De nem adja meg azt a lehetőséget, hogy hiába van neked dupla annyi összegyűjtött aláírásod, hogy kivásd azokat az aláírásokat, amelyeket valamilyen oknál fogva érvénytelennek tekint a Központi Választási Bizottság. A Nagy Esdén is azt mondta, hogy hát itt van még 80-valahány ezer, abból nyugodtan abból lehetne válogatni. Tehát ez is mutatja, hogy a törvény nem véletlenül fogalmaz így. Ez egy olyan eszköz, amivel az utolsó pillanatban élhetnek. Na most a Nagy Esdén még egy szempontból nagyon fontos. A Nagy Esdén esetében, hogy odáig elengedték a történetet, hogy ő elkezdhetett gyűjteni aláírásokat, és hát nagyon látványos volt, ahogy tízezrek álltak sorba, hóban, fagyban, és vártak arra, hogy aláírásukkal igazolják, hogy támogatják indulását. Szóval Nagy Esdén esetében úgy tűnik, hogy az elnöki hivatalban, tehát ez olyan, mint nálunk a miniszterelnöki hivatal, az elnök körül egy hatalmas apparátus működik. Szóval az elnöki hivatalban valószínűleg volt egy erős dilemma arra vonatkozóan, hogy induljon vagy ne indulhasson el Nagy Esdén, akinek a legfontosabb programprontja tehát az volt, hogy súlyos hiba volt a háború indítása. Ukrajnán azonnal be kell fejezni, és ki kell vonulni az eddig elfoglalt területekről. És ugye az elnöki hivatal egy része nyilván azon az állásponton van, hogy hát ezt a nyugatos, háború ellenes jelöltet engedjük el, majd szerez 2-3%-ot, és akkor bizonyítottá válik, hogy hát ennyien vannak, akik nem támogatják a háborút. Csak aztán időközben az egyik moszkvai, de egyre tekintélyesebbé váló közvéleménykutató intézet, a Russian Fields, az kimutat adta, hogy akár 10%-ot is szerezhet a jelölt. Hát ha 10%-ot szerez, akkor az a nagyon fontos politikai cél már nem teljesül, hogy egy emberként sorakoznak fel a háború támogatása mögött. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy bevetik a törvénynek ezt a passzusát, grafológusokra bízták a dolgot, és ők elvégezték, megoldották. Azt lehet tudni, Zoltán, hogy az eredetileg 30 indulóból hány volt a beépített és hány a tényleges ellenjelölt? Én azt hiszem, hogy ebben az esetben a beépítettséggel nem nagyon kellett nekik operálni. Lényegében, ha ezt a kifejezést használjuk, akkor nyugodtan erre a három Putyin mellett versenyben maradt emberre mondhatjuk, hiszen három olyan parlamentben jelenlévő pártról van szó, amelyik egy ilyen domestikált, a végrehajtó hatalommal együttműködő, ilyen a kommunista párt, ilyen az új emberek, amelyik az utolsó parlamenti választás során került be, és akinek a jelöltje Putyin után a legtöbb szavazatot nyerte valamivel 4% fölött, illetve az egykori Zsirinovszki helyére lépő Szlucki, aki 3% fölött. Ami nagyon érdekes, hogy 6 évvel ezelőtt a második helyen befutó kommunista jelölt 12%-ot kapott. Most a második, harmadik, negyedik együttesen kapott 12%-ot. Erről is gondoskodtak. Hát erről is gondoskodtak, igen. Tavaly decemberben még az indulók között volt egy kisvárosi politikus, egy, ha jól emlékszem, 3 gyerekes jogász és újságíró, a nyíltan háború ellenes Jekaterina Duncová. Ő például miért bejelentette az indulási szándékát ezen a választáson, berendelték az ügyészségre, befagyasztották a bankszámláját, a jelölőgyűlésein kikapcsolták a villancsőt, megjelentek a rendőrök, majd a Központi Választási Bizottság egyhangulag elutasította Duncová regisztrációs kérelmét, azzal az indokkal, ha jól emlékszem, hogy a benyújtott dokumentumokban 100 hibát találtak. Nem tudom, mennyire volt komoly, vagy esélyes jelölt Duncová, de a módszerekről azért úgy gondolom, hogy bizonyára sokat elmond, ami vele történt. Nyilván úgy gondolták, hogy ez egy ilyen fekete ló, nem tudjuk pontosan, hogy milyen eredményt hoz. Nőről van szó, akár 8-10%-ot is szerez, talán az orosz női szavazópolgárok, ne feledjük el, hogy Oroszországban erősen felülreprezentált a nők, főleg az idősebb korosztályban a jelenléte, tehát okozhatott valami problémát ebben a tekintetben, hogy nem lesz 80% fölötti Putyin eredménye. A háromnapos választás során jelentések érkeztek a választásokat kísérő incidensekről. Volt ugye Molotov koktél, internetes támadás, előfordult, hogy tintát öntöttek az urnába, sőt az is, hogy felgyújtottak szavazóhelységeket. Korábban, bármikor az ellenállásnak volt annyi jele Oroszországban, mint most?
Ez bizonyos értelemben a társadalmilag aktív orosz csoportok, társadalmi csoportoknak a frusztrációja. Tehát az az érzés, hogy tehetetlen vagy, nem tudsz mit csinálni, nincs lehetőséged, hiszen az egyetlen olyan jelölt, akivel kapcsolatban a társadalom egy része valóban alternatívát látott Putyin mellett, az a Nagy Esdin volt, akit az utolsó pillanatban kivettek a versenyből, és nyilván ez bizonyos csoportokat frusztrált, és erre az ilyenfajta tiltakozás kifejezésére késztette őket. De egyébként a választásnak még azt az elemét mindenképpen említsük meg, hogy ez volt az első olyan elnökválasztás, amelyik nem egy nap, hanem három napra széthúzva történt, ami gyakorlatilag teljesen ellenőrizhetetlenné teszi a folyamatot, hiszen be kell zárni a választó helységeket, ott azok ellenőrzése, felügyelete erősen kétséges. Tehát ez és a cél a három napra húzása? Abszolút, abszolút mértékben. Hogy minél kevésbé legyen ellenőrizhető. Úgy látszik, hogy az autokraták szép érzéke azt követeli, hogy ne becsülettel válasszák meg őket esetleg 54%-kal, hanem sokkal jobban hangzik, ha ez 80% fölött van. Azt olvastam, és ez egy érdekes dolog, hogy a hivatalos orosz közvéleménykutató és a független közvéleménykutató, a Levada központ adatai nagyjából megegyeznek abban, hogy az oroszok 70-80%-a ténylegesen támogatja a háborút, azaz Putyin. Ugyanakkor azt is olvastam, hogy nem lehet igaz ez a mérvű támogatottság, mert az Ukrajna elleni háború sokakat kihozanított elsősorban, és főleg az ázsiai, illetve az Ural környéki területeken, ahonnan a legnagyobb arányban vitték el a frontra a férfiakat. Mi lehet akkor az igazság? Nagyon óvatosan kell bánni a közvéleménykutatás eredményeivel, mert nem igazán tudjuk, hogy amikor ezt a támogatását kifejezi, akkor félelemből, megfélemlítettségből, karriervágyból, cinizmusból vagy meggyőződésből teszi ezt. Ami pedig azt illeti, hogy az orosz társadalomnak vannak területei, mármint hogy bizonyos régiói, akik közvetlenebbül is ezt a háborút megérzik, ott meg nagyon ellentmondásos a helyzet. Amikor 2022. szeptemberében a részleges mozgósítást elrendelték, akkor a hatalom nagyon figyelt arra, hogy a perifériáról hívjon be, vagy kisebbségi, nemzeti kisebbségi területekről, vagy olyan deprimált területekről, ahol a lakosság politikailag néma, illetve hogyha kompenzációt kap azt követően, hogy elesik a férj, a gyerek, akkor miután ott nagyon nehéz körülmények között élnek az emberek, akkor ez társadalmi felháborodást ne okoz. A jellemző, hogy a több mint 10 milliós Moszkvából 15 ezer embert hívtak be, az 5,5 millió Szentpéterváról 3400-at. Inkább szerintem arra fektetik a hangsúlyt, hogy önkéntesekkel töltsék fel a hadsereget, nagyon vonzó anyagi következményekkel, mind a zsold, mint pedig az esetleges sebesülés, illetve halálozás után kifizetett kompenzáció olyan magas, tehát ezeken a deprimált területeken az azt jelenti, hogy mondjuk az elesett férj után a feleség vagy a szülők megkapják a gyereknek vagy a férjnek a 20-25 éves fizetését előre. Tehát nagyon meg lennék lepve, hogyha a Putyinék elhinnék maguknak ezt a 87%-ot, és azt gondolnák, hogy ez feljogosítja őket arra, és nagy nyugalommal újabb sorozást rendelhessenek el, mozgósítva, behívva olyanokat, akik pedig nem akarnak harcolni. Az ismert brit történész Timothy Garton Ash arra hivatkozott a Guardianben megjelent cikkében, hogy tízezrek vonultak el Navalnyi sírja előtt, ami azt mutatja, hogy van egy másik Oroszország is. Szerinted is van egy másik Oroszország, és Navalnyi orosz ellenzéki vezető halálának volt bármilyen hatása a mostani orosz választásokra? Hát azt gondolom, hogy van másik Oroszország. Részben nem látjuk, hogy mekkora ez a másik Oroszország, de bizonyos pontokon mégiscsak látszódott. Látszódott már korábban, amikor Nagy Esdin érdekében tízezrek álltak a télben, és várták, hogy aláírhassák a támogató nyilatkozatot. Láttuk Navalnyi halálát követően. A hatalom annyira meg volt rémülve, hogy az emberek spontán kezdték Oroszország szerte felkeresni azokat a helyeket. Oroszországban nagyon sok városban van, az
sztálini terrorra emlékező emlékhely, emléktábla, emlékmű, és voltak helyek, ahol kordonnal vették körül, hogy ne vihessék oda a virágokat, akkor előtte tették le, tehát a Navalnyi halála, moszkvai temetése, ezek is mind-mind-mind azok a helyek voltak, amik azt mutatják, hogy van egy másik Oroszország, még akkor is, hogyha a háború kitörése óta nagyon sokan emigráltak, de maradtak Oroszországban, főleg a nagyvárosokban, és főleg az a korosztály, amelyik azért fiatalabb korában, most itt a 30-asok, 40-esekre gondolok, azért a korai putyini korszakban, vagy a jelcini korszakban, politikai értelemben egy jóval szabadabb Oroszországban élt, még akkor is, hogyha például a jelcini korszakban kétségtelenül nem egyszerű egzisztenciális körülmények között. Navalnyit ugye már megmérgezték egyszer, talán kétszer is 2020-ban, de azokból felépült. Most is sokan gyanítják, állítják, hogy megölték az egykori Gulag táborban, a szibériai börtönkolónián, ahová elszállították tavaly. Mondd meg nekem, kérlek szépen, hogy miért állt Putyin érdekében, hogy egy 19 évi börtönbüntetésre ítélt embert megölessen? Azt hiszem azért, mert látjuk, hogy időnként politikusoknak vannak mumusai. Lehet, hogy ez nem egy korrekt politológiai fogalom, de talán megpróbálom értelmezni, hogy mire gondolok. Arra, hogy valaki, akiben olyan kockázatot lát, talán irracionálisan is olyan kockázatot lát, akitől mindenképpen és minden körülmények között meg kell szabadulnia. És úgy ítélte meg, hogy az, hogy ilyen hosszú ideig börtönözte be Navalnyit, az kevés, jobb lenne, hogyha ő végképp eltűnne, és hát látjuk, hogy Navalnyi gondolata volt ez a délben Putyin ellen ötlet is, korábban ugye az okos szavazás ötlete, tehát hogy ez egy politikailag nagyon attraktív és hihetetlen energiákkal rendelkező ember, aki még ebben a sarkörön túli az Ob folyó partján lévő börtöntelepen is úgy tűnik, hogy kockázatot jelentett számára. És ez olyan, mint Orbánnak Gyurcsány, nem? Valószínűleg olyan. Vannak ilyen kihívók, akikkel kapcsolatban, különösen amikor te korlátlan ura vagy egy országnak, akkor minden korlát lehullik, minden fék eltűnik, és azt gondolod, hogy a végsőkig el lehet menni. Persze nem tudjuk továbbra sem pontosan, hogy mi történt, és mi váltotta ki a halált Navalnyi esetében, de ha esetleg nem is történt közvetlen beavatkozás. Tehát nem verték meg, nem mérgezték meg, nem mértek olyan ütést a szívére, ami megállítja a szívét, szóval semmilyen nem történt, akkor is Putyin felelőssége megáll, mert ezek a koholt ügyek és az a börtönbeli élet, amit Navalnyi kapott, és ezt tudni lehetett az első pillanattól, hogy Navalnyi ebből a börtönvilágból addig nem fog kijönni, amíg Putyin él, és minden napját pokollá teszik. Tehát, hogyha itt nem gyorsították meg azt, hogy eltávozzon az élők köréből, akkor is a felelősség teljes mértékben megáll, mert ők juttatták börtönben, és ők tartották olyan körülmények között, mint amilyen körülmények között élte az életét. Na de akkor most a választások másnapján, hétfőn, miért állította Putyin, hogy beleegyezett volna a fogoly cserébe, azaz kiengedte volna Oroszországból Navalnyit? Hát gondolom ez ilyen elegánsnak tűnő állítás volt, hogy hát nem rajta múlt a dolog, és az élet már csak ilyen, hogy az ember egyszer csak meghal, és én a magam részéről, amikor ez felmerült, mondja Putyin, azonnal azt mondtam, hogy igen, egyetlen feltételem volt, hogy ne jöjjön vissza Oroszországba. Ugye, mert a hírek szerint Navalnyiért, valamint egy orosz börtönben ülő Wall Street Journal újságírói cserébe egy igen fontos orosz titkosszolgálati bérgyilkost adtak volna a németek. A titkos tárgyalásokon az egyik közvetítő állítólag Roman Abramovics oligarha, a Chelsea csapatának egykori tulajdonosa volt. De ha folytak ezek a tárgyalások, akkor mégis miért ölette volna meg Navalnyit Putyin? Párhuzamosan a két történet ragyogóan megfér egymás mellett, tehát eljátszom a gondolattal, és abban a hitben ringatom a nyugati partnereket, hogy én kész vagyok erre. Na de hát történik valami, amiről én nem tehetek, és ezt most már a választás után nyugodtan elmondhatom. Szóval nem az első eset, amikor Putyint nem az igazmondásáért fogjuk szeretni. Lehet, hogy egyszer majd évekkel Putyin távozása után, ha majd olyan rendszere lesz Oroszországnak, amelyik érdekelt lesz az igazság felmutatásában, megtudjuk, hogy pontosan mi történt. Én nagyon óvatos lennék abban a tekintetben, hogy Putyinnak volt-e valódi szándéka kiadni Navalnyit. Én erősen kétlem.
Tudjuk, hogy Navalnyi felesége, Julia Navalnaja Berlinből üzent az orosz választóknak és a világnak. Mihály Hodorkovszky, a Yukost olajvállalat egykori vezetője, aki 10 év börtön után, ugye? Igen, 2013-ban szabadult, és jó ideje Londonban él, úgy nyilatkozott, hogy amíg Putyin él, addig nem lesz Oroszországban semmiféle változás. Ők is tudják, Navalnyi is tudta, hogy a Putyin rezsimet nem lehet külföldről megdönteni. De Navalnyi sorsa, mintha azt mutatná, hogy belülről sem lehet megdönteni Putyin rendszerét. Ezt nyilván ő is tudta, amikor 2021-ben önként visszatért Oroszországba, de akkor miért tette? Egyfelől ő egy ilyen legalista, tehát a jogban bízó, mindazok ellenére jogban bízó jogászember volt. Úgy gondolta, hogy olyan nonsens, hogy őt elítéljék azért, hogy miközben kómában volt Berlinben, majd később rehabilitálják a novicsokkal ellen elkövetett merényletkísérlet után, hogy emiatt nem tudott ugye rendszeresen jelentkezni a büntetés végrehajtási szolgálatnál, hogy emiatt letöltendőre változtatják az ítéletet. Ez annyira abszurdnak és annyira képtelen gondolta, hogy ez még az orosz jogszolgáltatás világába se fér bele. Ezen kívül nyilván valamiféle romanticizmus is benne volt, ne felejtjük el, hogy betárazva érkezett, úgy jött haza Oroszországba, hogy akkor elkészült már az a majdnem 2 órás film, amiben a Fekete-tenger partján lévő Putyinnak készült palotát mutatták be ő és munkatársai, és azt gondolta, hogy ez önmagában olyan gyúanyag, amely mozgósító erővel bírhat. Szóval ezek együttes, illetve még egy dolog, hogy ő épp Hodorkovszky példájából kiindulva úgy gondolkodhatott, hogy ha én külföldön maradok, akkor az a politikai tőke, amit a 10-es évek elejétől, ugye Navalnyi a 11-12-es tüntetésektől válik igazán országosan ismert politikussá, amikor már messze nem az a nacionalista és a magyar miniszterelnök által sovinisztának tartott politikus, hanem már sokkal inkább a születőben lévő városi középosztály értékeit megfogalmazó és képviselő politikus. Szóval, hogy amit 11-12-től tett, az a politikai tőke, amit összegyűjtött, ha kimarad külföldön, az 1-2 év alatt elporlad, eltűnik, és a befolyása és a hatása sokkal kisebb lesz. Azt hiszem, ez a 3-4 elem együttesen lehetett abban, vagy játszhatott közben abban, hogy úgy döntött, hogy hazamegyek. Putyin 1/4-ados uralma alatt képített egy olyan hatalmas elnyomó gépezetet, amely gyakorlatilag megsemmisített minden potenciális ellenerőt, hol börtönnel, hol gyilkosságokkal, hol állandó zaklatásokkal, és tulajdonképpen elhitette az oroszok többségével, hogy ő a jövő, ő a biztonság, a stabilitás, és persze az orosz nagyhatalmi státusz visszaszerzésének záloga. Putyin tulajdonképpen az oroszok többségét megfosztotta attól a képességétől, hogy nélküle képzeljék el a jövőt. De a Putyin el is tűnne a színről, feltételezve ezt. Ezek olyan maradandó, mondom én, szerkezetek és gondolkodási lelki beidegződések, amelyek biztos, hogy nem szívódnak fel egyhamar. De hogy látod, lesz folytatása putyinizmusnak Putyin után is? Azt hiszem, ez elképzelhető, tehát vannak az eliten belül olyan csoportok, amelyek többé-kevésbé a világról is és a belpolitikáról is ugyanúgy gondolkodnak, vagy nagyon hasonlóan, mint Putyin. De elképzelhető olyan konstelláció is, hogy Putyin úgy esik ki a politika világából, meghal, vagy valami mások miatt kénytelen távozni, hogy józanabb csoportok kerülnek hatalomra. Józanabb csoportok alatt azt értve, hogy felismerik ennek a teljesen fölösleges és indokolatlan háborúnak az értelmetlenségét, és megpróbálnak visszailleszkedni, együttműködő szereplővé válni a nemzetközi politikában, és akkor felhagynak a háborúval, esetleg arra is hajlandóvá válnak, hogy kivonuljanak az elfoglalt területekről, esetleg arra is hajlandóvá válnak, hogy jóvátételt fizessenek, vagy esetleg háborús bűnösöket elítéljenek. Ez mind-mind feltételes módban mondom, de ehhez képest az orosz társadalom jelentős részét nem lesz egyszerű visszavezetni a valóságba. Ugye az autokráciák azok egy ilyen hamis, egy alternatív világ felépítésével manipulálják a társadalomnak azt a részét, amely kellő önvédelemmel nem rendelkezik, és kritikai távolságtartása a hatalom felül jövő információkkal szemben nincs felvértezve. Na most ezt a nem jelentéktelen körét az orosz társadalomnak
visszavezetni a valóságba. Ez türelmet, tapintatot, kitartást igényel, és nem egy-két év alatt történik meg. Tehát van az orosz társadalomban egy olyan csoport, ami tudja, hogy ez zsákutca, ez tragédia, ez katasztrófa, és innen majd valahogy ki kell majd keverednünk. Oroszországnak és Putyinnak nagyon nincs más választása, már ami a világot illeti, mint hogy elmélyítse kapcsolatait olyan kétes partnerekkel, mint Irán, Észak-Korea, illetve Kína. Ez a négyes milyen szövetséget formálhat? Hát azért itt lehetőségeit tekintve nagyon különböző országokról beszélünk. Sőt, én csak arra gondoltam, bocsánat, hogy ezekben a napokban, és erre utalt az az előbbi kérdés, hogy mivé formálódhat ez a négyes szövetség, ezekben a napokban az ománi öbből térségében közös tengeri hadgyakorlatot tartott Kína, Oroszország és Irán, és az a kérdés merült fel, hogy mire lehet következtetni, bár kissé ködösen fogalmaztak a felek, hogy a gyakorlat célja a regionális tengeri biztonság közös fenntartása volt, de hát elég gyanúsan hangzik a dolog. Az az igazság, hogy Oroszország az említett négy hatalom közül Kínával nagyon régóta szeretett volna egy formalizált katonai és politikai szövetségre lépni, tehát egy olyan megállapodást kötni, ami a katonai együttműködést is intézményesíti. A kínaiak folyamatosan és egyértelműen elhárítják mindezt a próbálkozást. Kína számára Oroszország túl kockázatos. De ugyanakkor nem juttatja őket abba a pozícióba, amit ambicionálnak, hogy tudnék világhatalomra törekvésükben ez a háború, egyáltalán az orosz pillanatnyi státusz, az meglehetősen őket erősíti. Ez kétségtelen, tehát ha Oroszország elvon erőforrásokat, politikai figyelmet, és elég sok minden mást is a nyugattól, az az amerikai-kínai rivalizálásban nyilván a nyugati felet korlátozza, és abban is nyilván szerepet játszik ez a félelem, hogy ez a konfliktus kiéleződhet majd néhány évvel később, hogy Amerika talán bizonyos eszközöket azért tart vissza, és nem ad át Ukrajnának, mert erre a távol-keleti vagy csendes-óceáni konfliktusra készül fel. Tehát ebben az összefüggésben nyilván Kína számára ez a háború abban a tekintetben érdek, hogy gyengíti és erőforrásokat von el Nyugat-Európától vagy a kollektív nyugattól. De például Kína nem hajlandó Oroszországtól egy újabb gázvezeték megépítésére vonatkozó megállapodást kötni. Tavaly kétszer is találkozott a kínai elnök Putyinnal, egyszer Moszkvában, egyszer pedig ősszel Putyin látogatott el, amikor a magyar miniszterelnök is ellátogatott Pekingbe. Mind a kétszer nagyon remélték Moszkvában, hogy a második Kínába tartó orosz gázvezeték megépül, kínaiak kivárnak, helyette inkább Türkmenisztánnal építik meg a negyedik vezetéküket. De ugyanakkor Pekingtől Moszkváig, Fennyántól Teheránig mindenütt, mintha azt lehetne érezni, hogy egyre magabiztosabbak ezek a tekintély uralmi rezsimek. Ez részben persze abból fakad, hogy katonai felszereléseket szállítanak egymásnak. Észak-Korea már legalább ugye 1 millió lőszerrel segítette Moszkvát, Irán drónokat és rakétákat ad el a Kremlnek, de kölcsönös politikai támogatást is nyújtanak. Mindezek azt tükrözik, hogy szélesebb nemzetközi összefogás van kialakulóban, ami fel akarja váltani a nyugat vezette világrendet. Jelenleg ezt leginkább az oroszok erőltetik, de a végső haszonélvezője ennek mégiscsak Kína lehet, nem? Hát igen, de Kína nyilván más eszközökkel próbálja ezt elérni, és összességében azt látom, hogy ez a körvonalazódó szövetség, ez a destrukció szövetsége, és destrukció az mindig nagyon látványos eredményeket tud elérni. És van még egy elem, Oroszország próbál rájátszani a dél, az úgynevezett globális dél sérelmeire, amelyhez tartozó országok nyilvánvalóan a korábbi évtizedekben, évszázadokban nem kevés sérelmet szenvedtek el, és most megpróbál föllépni, mint egy ilyen antikolonialista hatalom, miközben maga is egy koloniális, tehát egy gyarmatosító háborút folytat az Oroszországról végérvényesen leválni kívánó Ukrajnával szemben. Tehát eljátsza azt, hogy az emancipálódó, az önmaga öntudatára ébredő globális délnek ő a vezető hatalma, amelynek egy része ezt a fajta agresszivitást, ahogy ezt teszi Oroszország, még
még óvatosan kezeli, de bizakodnak abban, ezt le is írják egyébként orosz elemzők, hogy majd csak fölismeri a globális délnek az a része is, amelyik látványosan eddig nem csatlakozott Oroszországhoz, hogy az ő érdekeiket szolgálja. És egyébként is nagyon látványosan lehet látni, hogy itt a nyugattal egy nagyon átfogó szembefordulás, tehát nem csak egy politikai, gazdasági, esetleg katonai szembefordulás van kialakulóban, hanem dolgoznak azon, hogy az értékvilágnak is egy radikális felülvizsgálata történjen. Ugye első Pétertől kezdve azt látjuk az orosz történelemben, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal, még akkor is, amikor a nyugat különböző hatalmaival az orosz birodalom háborút vívott, mindig a nyugat, mégpedig Nyugat-Európa volt a minta. Azt akarják átvenni, adaptálni. Hát a nagy reformok, például a 19. század második felében, azok mind nyugati mintára történtek. Vannak területek a politikai rendszer, amelyhez nem mernek hozzányúlni, mert az az önkényuralmat sértette volna, de minden más területen a mintákat nyugatról veszik. Most megpróbálják meggyőzni az orosz társadalmat arról, hogy a nyugat egy ideig mintául szolgál, de most hanyatlik. Innentől, tehát elérkezett az a pillanat, amikor Oroszországnak magának kell a gondolatokat, az értékeket megfogalmazni és közvetíteni az erre fogékony globális dél felé. A globális dél felé az mit jelent? Szóval nem az Észak-Amerikai és az Európában élő nemzetek, hanem azok, amelyek különböző időszakokban, különböző módon európai nemzeteknek voltak alávetve, kiszolgáltatva. De egy része rezonál, más része kevésbé rezonál ezekre a szavakra, amit próbál Moszkva meg. Fogalmazni. Akkor itt most 30-40 másodpercre megszakítjuk beszélgetésünket, de támogatóink, hirdetőink bejelentkezése után folytatjuk. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Kare Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Kare24.hu. A te jogaid, a te országod, a te döntésed. Mi segítünk megvédeni. Ajánld fel adód 1%-át a társaság a szabadságjogokért részére, és tegyél velünk együtt egy élhetőbb Magyarországért. TASZ. Már itt is vagyunk, és folytatjuk Eszbíró Zoltán történésszel, Oroszország szakértővel. Már az orosz gazdaság és a háború összefüggésére térve, bizony elég nehéz kiigazodni az újságok alapján abban a kérdésben, hogy áll a háború, és hogy áll az orosz gazdaság. Igaz-e, hogy az orosz gazdaság a szankciók ellenére is él és virul? Hát abban az értelemben él és virul, hogy nem roppant össze, ugye a világ 11. gazdaságáról beszélünk, de arra számítani, hogy egy-két éven belül a szankciók hatására drámai változás következik be egy ekkora gazdaságban, mint amekkora az orosz, ez teljes illúzió. Na de akkor mi értelme a szankcióknak? A szankcióknak politikai és erkölcsi funkciója van, a politikai és erkölcsi funkció pedig abban áll, hogy világosan értésére akarta a nyugat adni Oroszországnak, hogy bizonyos dolgokat a 21. században nem lehet megtenni, nem lehet egy szuverén országot lerohanni, agresszió áldozatává tenni, és úgy tenni, hogy ennek semmiféle következménye nincs, mert lesz következménye. Különösen azok után, hogy világossá vált a II. Világháború után, hogy mikor lehet legitim módon erőszakhoz folyamodni, és különösen azok után, hogy a 75. augusztusában a Helsinki záródokumentumban az azt aláíró államok, így a Szovjetunió is, és annak jogfolytonosaként Oroszország ezt mindez idáig nem jelezte, hogy nem ismerné el, nem szabad erőszakkal fenyegetőzni, és még kevésbé erőszakot alkalmazni. Egyébként ilyen értelemben az is nagyon érdekes helyzet lesz, hogyha ezt a háború lezárul valamilyen módon, például egy fegyverszüneti megállapodással, és mondjuk arra kényszeríti Ukrajnát, hogy bizonyos területeiről de facto átmenetileg lemondjon, vagy tudomásul vegye, hogy egyelőre nem gyakorol felettük ellenőrzést, az vajon hogyan illeszkedik a Helsinki záró dokumentum eme előírásához, hogy nem fenyegetőzünk erőszakkal, és nem alkalmazunk erőszakot másokkal szemben. Tehát azt kell mondjam, hogy drámai változás egyelőre az orosz gazdaságban nincs, de akik, még egyszer mondom, a szankciós politika történetét tanulmányozták, ezt világosan és egyértelműen jelezték, hogy egy-két éven belül ilyet várni dőresség, semmi alapja.
alapja nincs, de a pusztító hatását évek hatására 4-5-6 év alatt ez biztos, hogy ki fogja fejteni. És mit jelent az a rövid és a hosszú távú kilátásokat illetően, hogy az orosz gazdaság hadi üzemmódban működik? Hát azt jelenti, hogy az erőforrások jelentős része a hadipar finanszírozására megy. Ez növeli ugye a GDP-t, de ugyanakkor az életminőségre semmiféle hatással nincs, leszámítva a hadiparban dolgozók jövedelemi növekedését. Ugye már most is lehet az utóbbi hónapokban érzékelni, szakértői anyagok ezt világosan lefektetik, hogy a hadipari megrendelések drámai növekedésének következtében munkaerő hiány állt elő. És amikor munkaerő hiány van, akkor úgy tudok csábítani, hogy a béreket jelentősen növelem. Az átlag jövedelem a háború előtt 50 000 rubel körül volt, most ez fölment 70 000 környékére, jelentős mértékben épp ennek következményeként, hogy a hadipar, illetve a hadiparhoz kapcsolódó iparágok nehéziparban a munkásokat úgy lehet odavonzani, de hát a mérnök embereket is, hogy jelentősen növelem a bérüket. Tehát igen, egy hadipari, egyre inkább a hadipar céljait és ezzel összefüggő politikai és katonai célokat kiszolgáló gazdasággá válik Oroszország. Kedden lepődtem meg azon a híren, hogy Oroszország amerikai, hangsúlyozom, amerikai magáncégek műhold felvételét használhatja az Ukrajna elleni támadásaihoz. Ez is a szankciók kijátszásával történik? Hát bizonyos értelemben a szankciók kijátszásával, illetve azzal, hogy a nyugat időnként nem figyel bizonyos területekre. Valószínűleg itt is úgy történik, hogy ezek a magánvállalkozások olyas valakinek adják el ezeket a felvételeket, akikről az a meggyőződésük, hogy nem adják tovább, és aztán ezek valamilyen közvetítőkön keresztül mégiscsak gyorsan eljuthatnak az orosz fogyasztóhoz. De mondok egy hasonlóképpen abszurd dolgot, hogy Artyika 2 néven a Novatek, az a második legfontosabb gázkitermelő a Gazprom mellett Oroszországban, egy nagy LNG terminált épít fönn az Északi-Jeges-tengernél, és hát ez nyugati technológia nélkül nem tudná megtenni. És nemrég jelent meg egy hosszú feltáró elemzés arról, hogy a háború 2 éve alatt hiába jelezték nyugati cégek, hogy megszakítják eme területen is az együttműködést, folyamatosan szállítanak ilyen eszközöket, és segítik hozzá Oroszországot ahhoz, hogy a cseppfolyós gáz exportjukat növelni tudják. Ha nem lenne ez, akkor saját, vagy kínai, vagy az arab világból származó eszközökkel nem tudnák ezeket a beruházásokat befejezni. De úgy tűnik, hogy mégiscsak meg tudják oldani, ezek a nyugati cégek minden politikai eltökéltség ellenére folyamatosan az elmúlt 2 évben szállították ezeket az értékes és érzékeny eszközöket. Putyin társadalmi konszolidációt és növekvő életszínvonali intézkedéseket jelentett be a választások előtt és után, például a családtámogatások megemelését. Erre például miből van pénz? Ha a kereskedelmi, külkereskedelmi mérleg ilyen masszív többletet mutat, mint ahogy tavaly is 118 milliárdot, akkor valószínűleg ebből is, illetve nyilván majd abból, hogy nagy valószínűséggel az adópolitikán igazítani fognak most a választás után, és az nagyon érdekes, hogy már a választás előtt kiszivárogtatták, hogy az egy kulcsos személyi jövedelemadót valószínűleg több kulcsossá, tehát progresszívvá teszik, és hát más adófajt is úgy tűnik, hogy a lakosságtól fognak elvonni. Ráadásul a lakosságnak épp attól a részétől, amelyik talán politikailag leginkább barátságtalan Putyinnal szemben, tehát azokat fogja leginkább érinteni ez az új adópolitika. Tehát a belső források. A másik nagyon beszédes, nem tudjuk, hogy így lesz, hogy nagyon magas kamatlábak mellett gyűjtik a bankok, a kereskedelmi bankok a betéteseket, a betéteket, és vannak feltételezések, hogy ezek az inflációt legalább 2-szer meghaladó vonzó betéti kamatok nem arra szolgálnak el, hogy egy bizonyos ponton konfiskálják esetleg. Tehát rátegyék a kezüket. Tehát nyilván sokféle eszköz áll rendelkezésre ahhoz még, hogy az orosz gazdaság bizonyos csoportokat, amelyek valóban társadalmi támaszát jelentik a rezsimnek, azoknak a finanszírozását azt megoldhassa. Scholz német kancellár a múlt héten jelentette be,
miután tárgyalt Macron francia elnökkel és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, hogy új koalíciót alakítanak Ukrajna támogatására. A cél az, ha jól figyeltem, hogy nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökkel lássák el Ukrajnát, növeljék az Európai Unión keresztül Ukrajna számára juttatott pénzügyi támogatást, illetve felkarolják azt a cseh kezdeményezést is, hogy az Európai Unión kívülről szerezzenek be további lőszereket Ukrajna számára. És ismét felvetették, hogy az európai országok a befagyasztott orosz vagyonok értékesítéséből további fegyverszállítmányokat adjanak Ukrajnának. Lehet azt tudni, hogy mi áll ennek az új szövetségnek a létrehozása mögött? Hát valószínűleg az, hogy az a fajta támogatás, amit a nyugat hosszú időn keresztül nyújtott Ukrajnának, az a tavalyi év második felére jelentős mértékben lecsökkent. A Kili Egyetemnek van egy világgazdasági kutatóintézete, amelyik a háború korai szakaszában egy oldalt nyitott, amint követik, hogy a nyugati országok, de ebbe beleértendő a kollektív, tehát Japánnal bezáróan, ezek az országok három területen, tehát közvetlen hadi anyagszállítás, tehát fegyverek, fegyverrendszerek, lőszerek, anyagi, tehát pénzügyi támogatás, illetve humanitárius támogatás keretében mit nyújtanak Ukrajnának. És hát azt lehet látni, negyedévenként frissítik ezt az anyagot, és hát drámai volt az egyik utolsó megnyilatkozása ennek az oldalnak, ahol azt lehetett olvasni, hogy 2023. augusztus 1-e és október 31-e között, ami tehát a tavalyi év harmadik negyedéve volt, 90%-kal volt kisebb a nyugati felajánlás, mint ami egy évvel korábban. Tehát nagyon jelentős mértékben csökkent, és talán korábbi beszélgetéseinkben is utaltam rá, hogy például az Egyesült Államok GDP-nek mindez idáig 0,3%-át adta oda, főleg fegyverek formájában, de közvetlen anyagi támogatás. Amerika, Ukrajnának. Így van. 0,3%-át. Ha nem változtatunk ezen a helyzeten, és nem növeljük radikálisan az ukránok segítségét, főleg hadianyag, illetve fegyverek szállítása tekintetében, akkor ezzel azt kockáztatjuk, hogy az oroszok újabb és egyre jelentősebb területeket szereznek meg. Végső soron Putyin eléri célját, és láthatóan sem Berlin, de különösen Párizs, és különösen Varsó nem örülne egy ilyen helyzetnek. És ezt próbálják valamilyen formában korrigálni. Egyébként itt érdemes még egy dokumentumra, ami azt hiszem a magyar sajtóban nem nagyon bukkant fel. A közelmúltban fogadta el az Európai Bizottság az első európai hadipari stratégiát. És az első hadipari stratégia például azt fogalmazza meg, hogy 2030-ra az Európai Unió országainak a hadipari beszerzéseik 50%-át az Európai Unión belüli országokból kell beszerezni, 35-re 60%-át. Pillanatnyilag ugyanis az a helyzet, hogy az Európai Unió országai 80%-ban fegyvereket, fegyverrendszereket az Európai Unión kívülről vásárolnak. Tehát fokozni kell a belső fegyvergyártást. Így van, mégpedig jelentős mértékben. És már 2014-ben volt egy elhatározás, hogy összességében az Európai Unió országai GDP-jük legalább 2%-át fordítsák hadi kiadásokra. Pillanatnyilag viszont az a helyzet, hogy összességében 240 milliárd eurót fordítanak, ami az Európai Unió ös GDP-nek mindössze 1,5%-a. Tehát nem sikerült. És ha ezt átfordítom dollárra, ezt a 240 milliárd eurót, ez 275 milliárd dollár, és ha ezt mellé teszem a 24-es amerikai katonai költségvetésnek, ami közel 900 milliárd dollár, akkor láthatjuk, hogy Európának nagyon fel kéne kötni a felkötendőket, hogyha Amerika kihullik, mint lehetséges támogató. Ha jön Trump, mondjuk. Ha jön Trump, akkor legyen olyan képességek birtokában, hogy ki tudja váltani ezt a kieső elemét az ukrán segítségnek. Aztán itt van egy másik probléma. Sokszor esik nyugaton arról, hogy ki kell sajátítani ugye a befagyasztott orosz állami javakat, és
a támogatásra kell, az ukránok támogatására kell fordítani. Bár állítólag az orosz oligarchákat a háború megosztja, az úgynevezett békepártiak épp azért kerülnék a háború kiterjesztését, azért kompromisszumkészebbek, mert üzleti, anyagi jellegű ellentételezést remélnek a szankciók enyhítését vagy feloldását, illetve a nyugaton zárolt vagyonok visszaszolgáltatását. Ha a nyugat kisajátítja az oligarchák rengeteg nyugaton lefoglalt vagyonát, azzal nem szűnik-e, megkérdezlek, a magánvagyonok visszaszerzésének ösztönző ereje? Eleve megosztja azt hiszem a nyugati szakértői tábort és politikai tábort, hogy mennyiben jogszerű ez a kisajátítás. Ugye egyelőre nem konfiskálták, tehát nem sajátították ki, hanem blokkolták ezeket, nem tették lehetővé, hogy hozzáférjenek ezek tulajdonosai, és hogy megszületik-e az a döntés, hogy konfiskálják, kisajátítják, és ezeket a pénzeket felszabadítják az ukránok támogatására, ez egyelőre nyitott kérdés. De itt van egy nagyon érdekes párhuzamos történet, ami azzal függ össze, hogy Románia váratlanul bejelentette, most már nem először, mert már a Ceausescu korszakban is bejelentette, hogy igényt tart arra a monetáris aranyra, amit a román királyság még az első világháború végén átadott az orosz birodalomnak. És az oroszok reakciója az, hogy hát a második világháború idején a román megszálló erők olyan súlyos veszteségeket okoztak a Szovjetunióban, hogy erről szó sem lehet, mi semmit nem adunk vissza. Ez azért érdekes, és bizonyos szempontból csapdaszerű álláspont, mert hogyha hivatalosan, és hivatalosan mondja ezt Moszkva, azokért a veszteségekért, amit a háborúban elszenvedett a Szovjetunió, visszatarthatják a jóhiszeműen védelmi célra annak idején az első világháború utolsó időszakában átadott román aranyat, akkor egy idő után születhet az a gondolat nyugaton, hogy azoknak a veszteségeknek, amit ti Kelet-Ukrajna szétrombolásával megtettetek, annak fedezéseként mégiscsak jogszerűvé válik ennek lefoglalása. De a legfontosabb az, hogy az a fontos fordulat még nem következett be, hogy valóban elkezdődik a blokkolt hát pénzügyi forrásoknak a konfiskálása. Ez egy érdekes és fontos fordulat lesz, hogyha bekövetkezik. De pont azért kérdezem, hogy azzal nem szűnik-e meg a magánvagyonok visszaszerzésének ösztönző ereje? Csak az a kérdés, hogy melyik vesztesség, tehát mi az, ami ebben a háborús helyzetben értékesebb és fontosabb ezeknek a pénzügyi forrásoknak a felszabadítása Ukrajna segélyezésére, vagy pedig az, hogy néhány tucat oligarha majd durcimurcit játszik, és még inkább Putyin pártját fogja. Szerintem ez a döntésnél nem fog döntő szerepet játszani, mert a kettőnek a súlya szerintem nem összemérhető. De ha már itt tartunk, az orosz elit is hullik, ugye hol méreg által, hol meg kizuhan az ablakon, vagy leesik a lépcsőn, bennég a lakásában, vízbe fullad, kirándulás közben éri baleset, esetenként öngyilkos lesz, olykor a családja kiirtásával egybekötve. Elsősorban ez is megfigyelhető, a nagyvállalatok vezetői tulajdonosait sújtja a végzet, de van köztük bankár, állami tévétársaság vezető, volt rendőrtábornok. Nem tudom, összeszámolt-e már valaki az így elhunytak számát, de egy időben minden hónapban jött ilyenfajta hír váratlan halálesetekről. Tudható egyáltalán, hogy mi a baj ezekkel az emberekkel? Mi köti össze ezeket a rejtélyes haláleseteket? Hát leginkább az köti össze őket, hogy egyfelől befolyásos menedzserekről van szó, akik nagyon jelentős cégek fölött rendelkeztek, vagy azok egy részlegét irányították, másrészt pedig, hogy hát tragikus hirtelenséggel halnak meg, többnyire tisztázatlan körülmények között. Egyébként összegyűjtötték a háború kitörésétől kezdve 18 ilyen halálesetet tartanak számon, és a Lukoil, amelyiknek most az egyik vezető menedzsere halt meg, először szívelégtelenség, majd a későbbi hírek szerint öngyilkosság, tehát felakasztotta magát az irodájában, ami hát legalábbis egy életerős és hát nagyon ambiciózus embertől legalábbis szokatlan lépés. Ez volt a negyedik, tehát két év alatt az egyik legjelentősebb orosz olajvállalat negyedik top menedzsere, de ebben benne volt az elnök, benne volt
volt az igazgató tanácselnöke, van alelnök, tehát de négy ilyen ember. Mögött? Ez olyan menedzserekre vonatkozik, akik valamilyen energetikai vállalatnak vagy más vállalatnak a nyugaton kint lévő aktívumai fölött rendelkeznek, és esetleg az adott cég vezetője azt érzékelte, hogy ebben a zavarosban megpróbálja ezeket az aktívumokat kisajátítani. A másik eset, amikor talán az állam lép fel, és a titkosszolgálat avatkozik be, mert fél attól, hogy ezek az emberek olyan információt adnak át a nyugatiaknak, olyan érzékeny információkat, amit jobb, ha nem adnának át, és ezt tartják a legjobb megoldásnak. De hangsúlyozom, ez mind feltételezés, és azok, akik ebben az üzleti világban mozognak, és azóta külföldre kerültek, ennél bölcsebbet még sehol senkitől nem olvastam. Mindenesetre, hát finoman szólva is gyanút keltő ez a 18 eset több mint két év alatt. Most már a háborúra térve, azt szeretném tudni, hogy a te ismereteid szerint hogy áll a háború, mennyire súlyosak az ukrán veszteségek, valóban hátrálásban van-e Ukrajna, és tényleg kimerülőben vannak-e nem csak a fegyver, hanem az embertartalékaik is? Kétségtelen, hogy az a 2023-ban remélt és várt ellentámadás, aminek eredményeképpen folytatták volna a 2022-es őszi sikereket, az elmaradt, sőt úgy tűnik, hogy Oroszország, minthogyha erőre kapott volna, és ha nem is gyorsan, de hihetetlen veszteségek árán nem nagy területeket, de képes lenne visszaszerezni, és hát erős a félelem attól, hogyha a nyugat fegyverszállításai megszűnnek, vagy ilyen szinten maradnak, akkor az ukránoknak rendkívül nehéz lesz tartani azokat a frontszakaszokat, ahol az oroszok támadnak. Tehát ilyen értelemben a jelentős és növekvő nyugati segítség nélkül hát cserben hagyott érezhetik magukat, és azt lehet látni, hogy az ukrán társadalom is kezd belefáradni ebbe a történetbe. 2022 végén voltak mérések, amik azt kérdezték, hogy területi engedmények áron hajlandók lennének elfogadni egy fegyverszüneti megállapodást, és az ország egészén végzett két egymástól teljesen független mérés egyaránt azt mutatta, hogy 90% fölött hallani nem akartak erről. Az ukránok. Ma már 44%-a egy talán jó másfél hónappal ezelőtti mérés szerint elfogadná, de 48% még mindig nem akar hallani erről. És ez ugye az lenne a meglepő, hogyha az ukrán társadalom átélve mindazt, amit mindez idáig átélt, ne kezdene belefáradni ebbe a történetbe, és ehhez képest a nyugat segítsége hát nem nehezedik olyan teherként ezekre a gazdaságokra, hogy bármiben is veszélyeztetné, vagy bármi nehézséget okozna ezeknek az országoknak. Az külön kérdés, hogy Magyarországon a magyar kormány próbálta elhitetni, és úgy tűnik a magyar társadalom nem jelentéktelen részével el tudta hitetni, hogy itt háborús infláció van, hogy velünk fizetetik meg a háború árát. Érdekes, hogy miért nem kérdez vissza a magyar társadalom legalább magában, hogy máshogy is háború következményeit kellene érezni, és mégsem szökött fel az infláció olyan töredéke mértékben. Volt a így van. Tehát, de a magyar társadalom egy részével úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerült ezt elhitetni, de a számok azt mutatják, hogy Európa, Nyugat-Európa, az Európai Unió, vagy még szélesebben a kollektív nyugat sokkal nagyobb tehervállalást is gond nélkül, vagy drámai következmények nélkül magára vehetne. Orbán Viktor, ha már említetted a magyar álláspontot, néhány hete meglátogatta ugye floridai birtokán Donald Trumpot. Ennek nyomán Orbán azt állítja, hogy Trump egy csapásra véget vetne az ukrajnai háborúnak, mert teljesen megszüntetné az amerikai támogatást. És ez egybeesik tulajdonképpen Orbán elképzeléseivel, amikor az Európai Unióban az Ukrajnának nyújtott segítség leállítását követeli és béketárgyalásokat, amelyek Pressman amerikai nagykövet szerint nem békét, hanem kapitulációt jelentenének Oroszország előtt. Egy ilyen esetleges fejleménynek milyen következményei lennének Európára és a világra nézve? Részben az a fejlemény, hogy az a második világháború után kialakult világrend és a nemzetközi jognak az a fajta legalább Európában érvényesülő rendje, amelyik meghatározta, hogy mikor legitim az erőszak alkalmazása, és mihez kell tartani a békés egymás mellett élés keretei között az államoknak, ez a rend felbomlana, és ennek beláthatatlan következményei lennének. Tovább terjedne a háború? Tehát jönne nyugat felé? Sajnos ezt se tudom kizárni, már csak azért sem, mert hogyha az orosz költségvetésnek több mint harmada
katonai célokat szolgál, az önmagában az Ukrajna elleni háború nem indokolja. Tehát ehhez értő emberek arra figyelmeztetnek, hogy a költségvetés ilyen arányú katonai célokra, fegyvergyártásra, a hadipar felfuttatására, a hadsereg új fegyverzettel való ellátása, az nem indokolt, ha csak Ukrajnáról lenne szó. Sajnos azok után, hogy megkezdték az ukrajnai háborút, teljes bizonyossággal kizárni, hogy ez nem terjed át más országokra, akár még kisebb, sebezhető NATO országokra, sajnos már nem tudom megtenni. És azt hogy látod? Mi van amögött, hogy Emmanuel Macron, francia elnök az utóbbi hetekben többször is felvetette, hogy katonákat kellene küldeni Ukrajnába, és ehhez csatlakozott már a lengyel, illetve a finn külügyminiszter is. Hazárdírozik Macron, az oroszokat tulajdonképpen fenyegeti, vagy valóban úgy gondolja, úgy gondolhatja, hogy előbb-utóbb meg lehet erről győzni a NATO tagországokat is, amelyeknek többsége pillanatnyilag ettől távol kívánja tartani magát. Azt gondolom, hogy itt nyilván vannak Macron személyes politikai céljaival összefüggő motivumok. Talán úgy érzi a francia elnök, hogy elérkezett az a pillanat, hogy Franciaország egyértelműen és már-már kizárólagosan az Európai Unió vezető hatalmává válhat. Ne felejtsük el, az Európai Unióban Franciaország az egyetlen olyan ország, amelyik nukleáris fegyverrel rendelkezik. Ugyan a britek kilépésével ők maradtak egyedül. A NATO-ban nyilván más a helyzet, hiszen Amerikának és a briteknek is van ilyen eszköze, de az Európai Unióban csak a franciáknak. Tehát egyfelől nyilván ez az elem sem zárható ki, de én a legfontosabbnak mégsem ezt érzem, hanem azt a felismerést, hogy szerintem Macron belátta, hogyha a nyugat folyamatosan azt mondja, hogy mi semmilyen körülmények között nem fogunk katonákat küldeni, és ilyen módon segíteni Ukrajnát, ezzel lényegében arra biztatjuk Oroszországot, hogy bármit megtehet, mi annál többet, hogy politikai, gazdasági és hadfelszerelésbeli segítséget nyújton az ukránoknak, más nem teszünk. És ugye arról is már korábbi beszélgetéseinkben szót ejtettünk, hogy az ENSZ alapokmányának 51. pontja kimondja, hogy két esetben lehet legitim módon erőszakot alkalmazni. Az egyik, hogyha a biztonsági tanács erre felhatalmazást ad, a másik, hogyha egy országot agresszió, tehát támadás ér. És ez az 51. pont azt is kimondja, hogy minden agresszió áldozatává vált országot megillet az egyén és a kollektív védekezés joga, vagyis más országok segítségéhez fordulhat. És ez a más országokhoz való segítségfordulás, ez azt jelenti, hogy ezek az országok, akiket felkérnek, hogy segítsék a megtámadott országot, akár dönthetnek úgy is, hogy katonákat küldenek segítségül tehát oda. Tehát nem mind NATO tagországok avatkoznak, hanem a reguláris hadseregünkkel avatkoznak a háborúban. Így van. De hát Macron későbbiekben, illetve a környezete azért különböző módon pontosította, hogy mire is gondolt eredetileg Macron. Egyfelől arra gondolt, hogy ezek nem harcoló alakulatok lennének, hanem például felsorakozhatnának Ukrajna északi határánál, ott, ahol Belarusszal határos, és felsorakoznának állami alapon, tehát nem NATO erőként, hanem az ebben egyetértő államok seregei felsorakozhatnának az északi határnál, felszabadítva, körülbelül 100 000-es ukrán haderő van a belarusz határnál, felszabadítva ezeket az erőket, amelyek akkor a keleti oroszokkal közvetlenül szemben álló harctérre kerülhetnének. Ugyanezt mondja déli irányban is, Odessa előtt is, hogy ott egy védvonalat alakíthatnának ki. Ma már a nyugati sajtóban olyan térképeket lehet látni, ahol konkrétan fel vannak sorolva azok az államok, amelyeknek vezető politikusai úgy nyilatkoztak, hogy alakulhat úgy a helyzet, hogy ilyen célokra katonákat fogunk Ukrajnába küldeni. Sőt, tehát a lengyel külügyminiszter már azt mondja, hogy NATO katonák már vannak Ukrajnában. Hát annyiban vannak NATO katonák, hogy instruktorok, és valószínűleg, amikor tüzérségi támadás, tehát ilyen modern eszközökkel, például a francia, illetve a brit nagyobb hatótávolságú rakétákat, amik 200-300 kilométerre lőnek el, ezek indításakor, célmeghatározásakor valószínűleg jelen lehet
lépnek francia és brit erők, illetve kiképző erők már 14 óta folyamatosan jelen vannak, de ezek létszáma alig ha haladhatja meg az 1000 főt. Tehát itt nem közvetlenül harcoló alakulatokról, hanem kiképző tisztekről, instruktorokról és bizonyos bonyolult eszközök használóiról, vagy használatban közreműködő segítő erőkről van szó. Egyébként szerintem a legfontosabb tehát az, hogy azt a fajta szabadságot ne érezze Oroszország, hogy mindent megtehet, és nem jön el az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy eddig s ne tovább, és már az eddigi fegyverszállításokon túl közvetlenül is segítséget fogunk nyújtani Ukrajnának. És még egy fontos dolgot tennék hozzá, bő egy hete Prágában járt a francia elnök, találkozott a cseh vezetővel, és ott például pontosította, hogy mikor látja elképzelhetőnek, hogy francia katonák ukrán területre lépjenek, és azt mondta, nagyon konkrétan, abban az esetben, hogyha az orosz erők áttörik az ukrán védvonalakat, és közvetlenül fenyegetik Kijevet és Odesszát. Ez például olyan konkrét harctéri helyzetnek gondolja, amikor nem tétlenkedhet tovább a francia hadsereg. De az még mindig csak a francia hadsereg. És nem a NATO. Így van. És akkor még nem beszéltünk a nukleáris fenyegetésről, amelyet általában úgy tekintenek, hogy ezek a nyugati fél megfélemlítését szolgálják. Putyin a választások előtt is bedobta az atomfenyegetést, bár hozzátette, hogy nem gondolja, hogy a helyzet odáig fajulna, de ő intervencióként kezelné, ha amerikai katonák lépnének Ukrajna vagy Oroszország területére. Gondolom nála az amerikai katonák egyet jelentenek a NATO katonákkal. Ez most pusztán Macron felvetésére volt Putyin válasza? Mit gondolsz? Most már majdnem 10 éve megfigyelhetjük, hogy Putyin, és nem csak Putyin visszatér az orosz nukleáris arzenál emlegetésére, ami azért figyelmet érdemlő újdonság, mert az utolsó szovjet pártvezetők, Brezsnyevtől kezdve, Hruscsov ugye egy más kategória, de Brezsnyevtől kezdve soha nem gondolták, Gorbacsovról már nem is beszélve, a Jelcinről, hogy emlékeztetni kellene a nyugatot, hogy Oroszországnak milyen hatalmas nukleáris arzenálja van. Tehát itt egy nagyon fontos eszközről van szó, ami egy olyan narratíva, ami arról akarja meggyőzni a nyugati közvéleményt és politikai osztályokat, hogy ellentétben veletek mi, ha úgy alakul, készek és képesek vagyunk akár nukleáris fegyvert is bevetni. Ebből nem az következik, hogy valóban készülnének ennek bevetésére, de az következik, hogy nagyon tudatosan ezt az érzelmi állapotot folyamatosan egyrészt ki akarták alakítani, fönn akarták tartani. A nyugat nagyon helyesen eddig soha nem nukleáris fenyegetéssel válaszolt, mert a francia elnök egyik utolsó nyilatkozatában utal arra, hogy Franciaországnak is van nukleáris fegyvere, de ezen túl soha olyat én legalábbis nem találtam, vagy nem találkoztam, amikor a nyugat válasz nukleáris fenyegetéssel lépne föl. De végtelenül felelőtlenne gondolom, akár csak retorikailag is ennek hangoztatását és újabb előhozatalát. Egyébként miért intervenció, ha amerikai katonák lépnének Ukrajna vagy Oroszország területére, és miért nem intervenció, ha orosz katonák lépnek háborús és területfoglalási céllal egy szuverén állam, adott esetben Ukrajna területére? Hát pontosan az a helyzet, hogy Putyin úgy beszél az esetleges nyugati katonák ukrajnai megjelenéséről, minthogyha orosz földre lépett volna. Pedig hát semmi más nem történne ebben az esetben, mint egy agresszió áldozatává vált ország megsegítése e szuverén állam területén. Senki nem készül arra, az ukrán tervek, politikai és katonai tervek között sem szerepel, hogy bármilyen orosz területet elfoglaljon, de Putyin úgy tesz, minthogyha a Krím, amit 2014-ben szerzett meg, illetve az a 4 megye, délkeleti megye, amit lehasít 2022 őszén, szeptember végén is annektált, hogy ezek orosz területek, tehát nonsens az az állítás, hogyha nyugati katonák egy szuverén állam Ukrajna területén megjelennek, ezzel Oroszország ellen valamiféle intervenciót hajtanak végre. Szerintem a nyugat, ha mégis úgy alakulna, hogy katonákat küld Ukrajnába, eszeágában nincs orosz területekre lépni vagy vezényelni őket. És az nem egy kiterjedt háborúra való felkészülést jelent, hogy Moszkva esetleg atomfegyver
űrbéli bevetésére készül. Ezt lehetett olvasni a minap a sajtóban. A cél a kommunikációra és felderítésre használt kiterjedt műholdrendszerek megsemmisítése lehet, és ez nem csak az ukrán védelmi erők hatékonyságát rombolná, amelyek nagymértékben ugye támaszkodnak kereskedelmi műholdas kommunikációra és képalkotásra, hanem voltak éppen az amerikai hadsereg és szövetségesei hatékonyságát is csökkenteni, nem beszélve a polgári célú műholdakról. Mindezekből adódóan a kérdés az, hogy meddig fejlődhet Putyin háborús és világhatalmi lázálma? Egy űrbeli használata nukleáris fegyvernek az nem szemezgetne, hogy ki az ellenség és ki a mi oldalunkon álló. Ez nyilván a kínai kozmikus térben lévő eszközöket épp úgy fenyegetni és megsemmisíteni, mint a hasonló orosz eszközöket. Tehát amikor fellebbent az a hír, hogy ilyen eszköz telepítésére, illetve későbbi esetleges alkalmazására készül Oroszország, akkor én azokkal a szakértőkkel értettem egyet, hogy ez inkább blöff. Arról már nem is beszélve, hogy egy ilyen a kozmikus térben végrehajtott, űrben végrehajtott nukleáris robbantásnak nem csak az oda telepített műholdak szenvednék meg, de annak másfajta következményei is lennének, és azok többnyire kiszámíthatatlanok. Mire gondolsz? Hát arra, hogy egy ilyen magas térben végrehajtott robbantás, hogy annak a nukleáris felhője milyen irányba megy, és mely területeket fog radioaktív sugárzás által megfertőzni, hát azt roppant nehéz kiszámítani, és végtelen felelőtlenség a támadó fél részéről is ilyen eszköz bevetése. Kérdéses, hogy egyáltalán ilyen eszköz előállítására a mai Oroszország képes lenne. Érdeklődnék még Zelenszkij elnökről. Kijev polgármestere a volt nehézsúlyú boxoló Vitali Klitschko a minap is, de tulajdonképpen folyamatosan bírálja Zelenszkij elnököt, és centralizációval, egyszemélyi hatalom kiépítésével vádolja. Állítólag régi ellentétes köztük, de mi ennek az oka, és lehet-e egy háborúdulta országban a döntési rendszer demokratikus, azaz vitákon, kompromisszumokon alapuló időigényes folyamat. Te erről mit gondolsz? Hát azt gondolom, hogy háborús helyzetben nyilván a szabályok is és a működési mechanizmusok is szükségszerűen megváltoznak. Azt, hogy most centralizálja a döntési folyamatot, és időnként bizonyos helyzetekben, anélkül, hogy másokkal konzultálva hozza meg a döntését, ez a háborús helyzet folyamánya, mint ahogy szerintem az is, hogy 2024-ben, amikor lejár a mandátum a Zelenszkijnek, végül is az a döntés született, hogy nem lesz elnökválasztás Ukrajnában, és ennek szerintem nem anyagi okai vannak, bár nyilván nem kevés költséggel járna ennek lebonyolítása, és hát most millió más dologra is szüksége van Ukrajnának, de gondoljunk bele, hogy háborús helyzetben, hadi állapotban mind a politikai, mind a polgári jogok egy része korlátozott. Ilyen körülmények között hát definíciószerűen egy demokratikus választást nem lehet lebonyolítani. De igaz lehet az, amit Klitschko állít, hogy az ukránok elvesztették a bizalmukat az elnök válságkezelési képességeiben? Azt, hogy a bizalom, illetve a kitartás az csökken, az aligha kétséges, de hogy ez olyan drámai szintet ért volna el, hogy feltétlenül váltani kéne az ország vezetőjét, illetően, hát abban kétségeim vannak. Azt hiszem, hogy Zelenszkij olyan teljesítményre volt képes ebben a háborús helyzetben, és egy olyan örökségül kapott Ukrajnában volt erre képest, amire kevesen lettek volna. És hát Klitschkóról meg ne feledkezzünk meg, hogy hát az elnökválasztásokon riválisa volt, vagy ott, ahol Zelenszkij elindult, riválisa volt, és bizonyos értelemben politikai ellenfelek, vagy versenytársak. Arról mit tudsz, mi volt az oka annak, hogy Zelenszkij leváltotta az állítólag igen népszerű Valeri Zaluzsnyi hadsereg főparancsnokot, aki azóta, ha jól tudom, londoni nagykövetté lett? Valakivel talán elkezdett vitetni az ukrán ellentámadás kudarcát, bár szerintem Zaluzsnyi mindent megtett, ami megtehető volt azon körülmények között, amivel az ukrán hadsereg rendelkezett, de nyilván politikailag mégiscsak valamiféle felelőst kellett találni. Másfelől kétségtelenül ő nagyon népszerű volt, és potenciálisan, ha volt reális kihívója egy következő elnökválasztáson Zelenszkijnek, akkor mindenképpen Zaluzsnyi volt az, még akkor is, hogyha igazán olyan fajta megnyilatkozásai volt hadsereg főparancsnoknak nem voltak, vagy legalábbis én nem találkoztam ilyennel, amelyek politikai ambícióról szólnak. De
azt nem lehetett kizárni, hogy egyszer csak ne jelenjenek ezek meg. Minden esetre a volt főparancsnok becsületére legyen mondva, hogy látva és felismerve, hogy háborús helyzetben nem érdemes rivalizálni, és ezt a konfliktust élezni, tudomásul vette elmozdítását, és tudomásul vette londoni nagyköveti kinevezését. Végezetül hadd tegyek föl talán egy nehezebb kérdés, de miután ez foglalkoztatja a közvéleményt is, vagy legalábbis mondjuk az erre fogékony közvéleményt, gondoltam, ha találkozunk, megkérdezem. Összefoglalható-e röviden, hogy miben különbözik Putyin hatalmi berendezkedése és hatalomgyakorlásának módja Orbánétól? Te ezt hogy látod? Egyrészt az erőszak mértéke, kiterjedtsége az összehasonlíthatatlan a két ország esetében. Oroszország ebben élen jár, és sokkal durvább és sokkal drasztikusabb módszerekkel él a politikai ellenfelekkel való leszámolás tekintetében. A másik fontos különbség, hogy Oroszországban régóta nem kérdés, hogy választásokon a rezsim nem váltható le. Tehát egy pillanatig nem volt kérdés, nem csak a mostani elnök választáson, és nem csak az előzőn, és nem csak a parlamenti választásokon, hogy ez a rendszer választásokon nem váltható le. Mert úgy gondolod, hogy Magyarországon meg igen? A Magyarországgal kapcsolatban az utolsó választásokig ez volt a benyomásom. Az utolsó választás követően ez a benyomásom megváltozott itt is, de nem olyan értelemben, hogy kategorikusan azt merném állítani, hogy semmilyen körülmények között nem lehet leváltani a rendszert választáson, de ebbéli bizalma, ami korábban, hát ha nem is töretlen volt, de erős volt, az jelentős mértékben meggyengült. A pártoknak is egészen más a szerepe. Ugye az orosz pártrendszert, hogyha megnézzük, akkor ezek kreatúra pártok egy kivételével, tehát a végrehajtó hatalom politikai szándékainak és akaratának megfelelően hozzák őket létre, és teljes egészében domestikáltak, tehát kiszolgálják. Hát mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a választás után, hogy felsorakozik a hálom ellenjelöltje Putyinnak, és hát megdicséri a választókat, hogy nem rájuk szavaztak, hanem az elnökre. Együttesen azt mondta, három elelt, az volt, hogy örülnek, hogy az győzött, igen, aki és ez túlra. Így helyes, és hát ugyanezt játsszák a pártok is. Na most ilyen értelemben azért ugye sok-sok bírálat éri az ellenzéki pártokat, sokféle, gyakran szerintem nem alapozott feltételezés is. Én alapvetően azt gondolom, hogy mégsem initiatív szerepet, tehát nem szimulálják az ellenzékiséget. És hát még egy dolgot azért feltétlenül, azért a történelme, politikai szocializáltsága és a magyar társadalomnak más, még hogyha ez a rurális, ez a vidéki elem nagyon fontos is, és ehhez kapcsolódó politikai értékrend mondjuk megkülönböztet a csehtől bennünket, amely egy sokkal városiasodtabb közösség. De mégis azt gondolom, hogy a magyar választópolgárok világban való tájékozódása, vagy annak egy viszonylag még mindig széles rétege, amelyik elhiszi azt, hogy nem az a világ, amit a Fidesz fölrajzol, vagy a Fidesz politikusai fölrajzolnak a valódi világ, hanem reális ismeretei vannak, mind Magyarországról, mind pedig a világról. Ezen társadalmi csoport aránya azért az orosz társadalomban sokkal-sokkal nagyobb, mint a magyarban. De nem úgy látod, hogy az orosz minta nyomá halad a magyar politikai vezetés is? Hogyne. Tehát sok mindent onnan vesznek át. Hát itt van ez a szuverenitás védelmi, nem tudom mi, főhatóság, amit sikeresen összehoztak. Hát ez nyilvánvalóan az orosz tapasztalatok átvétele és adaptálása. Ilyen volt ugye az idegen ügynök törvénynek a kísérlete évekkel ezelőtt, amivel a civil társadalmat akarták megrendszabályozni. Tehát számos esetben látom, hogy próbálnak átvenni mintákat, vagy ez a gender vagy gendermánia, ami rabulejtette a magyar kormányzatot. Hát ugyanez egy az egybe ott van az orosz politika nyelvezetében, a soros gyűlölet ott van az orosz politika. Tehát egy csomó párhuzamot látok, amit így úgy adaptálva a magyarok, mármint a magyar kormány átvesz és próbál alkalmazni. De még egyszer mondom, itt Budapesten látszik, a nagyvárosokban látszik, hogy azért a magyar társadalomban egy jóval szélesebb kör az, amelyik nem fogadja el azokat a politikai üzeneteket, amit a kormány próbál elültetni, elfogadtatni a magyar társadalma. Az oroszban úgy tűnik, hogy azok aránya, akik hajlandóak együtt menni Putyinnal, és ezt az alternatív putyini világot elfogadni, azért az arányuk sokkal-sokkal nagyobb.
Köszönöm szépen, körülbelül ennyire jutottunk ma, de hát azt hiszem, hogy nem sokára megint találkoznunk kell, mert az orosz-ukrán háború, főleg Putyin kiszámíthatatlan politikája sűrűn tesz indokoltá ilyen beszélgetéseket. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőink, hallgatóink közül, aki hasznosnak tartja ezeket a beszélgetéseket, és megengedheti magának, kérjük támogassa műsorkészítésünket. Támogatni lehet bennünket például a youtube.com-on, a Friderikusz Podcast oldalán, a képernyőnk alatt kissé jobbra található, köszönet gombra kattintva, de rendszeres támogatást nyújthatnak a patreon.com-on is, ugyancsak a Friderikusz Podcast oldalon, vagy a YouTube-on a képernyőnk alatt a tartalmi leírás után olvasható módon is támogathatnak bennünket. Ha pedig támogatnak, megköszönjük. Kis türelmükre még számítok, kérem várják ki támogatóink, hirdetőink néhány másodperces üzeneteit. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A te jogaid, a te országod, a te döntésed. Mi segítünk megvédeni. Ajánld fel adód 1%-át a társaság a szabadságjogokért részére, és tegyél velünk együtt egy élhetőbb Magyarországért. TASZ. Már csak a jövő hét számos nézni vagy hallgatni valójára hívom fel figyelmüket. Egyrészt az elmúlt napokban tovább bővítettük archív anyagaink sorát. Ezek korábbi televíziós tevékenységen munkadarabjai közül kerültek ki. Összesen már 279 műsor és műsorrészlet látható és hallgatható. Egyrészt a youtube.com-on, a Friderikusz Podcast oldalának negyedik vízszinte sorában, másrészt hallgatható podcast felületekről is kiválogathatják az önöket leginkább érdeklő archív részleteket. Szórakoztató műsorok és műsoregységek épp úgy megtalálhatók ebben az archív sorozatban, mint komolyabb beszélgetéseimből jó néhány. Ajánlom, tallózzanak ezek között, az anyagok között. És a jövő csütörtökön, meg azután is, tehát két egymás követő csütörtökön folytatja generációkról szóló sikersorozatát Steigerwald Krisztián. A jövő csütörtök este 8 órakor például, de egy héttel később is a szakértő lépésről lépésre végigmegy az egyes generációk jellemzőin. Ajánlom figyelmükbe tehát a jövő csütörtök este felkerülő generációs sorozatunk második részét.